16 önkormányzati fenntartású alapfokú oktatási intézményben 1109 elsős diák kezdheti meg tanulmányait a 2011-12-es tanévben a megyeszékhelyen előreláthatóan. A szülők már idejében megnézik a hozzájuk közeleső iskola profilját, azt, hogy az adott intézményben milyen típusú első osztályok indulnak, milyen oktatást kap gyermekük ott, milyen körülmények fogadják és milyen pedagógus gárdával dolgozik a tantestület. Figyelembe veszik, hogy milyen lehetőségek vannak külön foglalkozásokra, nyelvek tanulására, szabadidős sporttevékenységre. Általában ezek a főbb iskolaválasztási szempontok. Sőt, sokan úgy voksolnak egy-egy iskola mellett, hogy ha már az idősebb testvér oda jár, jó, ha a kiselsős közelében van. A megyeszékhelyen a város közgyűlésének oktatási, kulturális és sportbizottsága döntött az általános iskolai körzethatárok megváltoztatásáról. Eszerint 4 körzetcsoportba sorolták az intézményeket. Azok a szülők, akiknek a gyermeke a saját maguk által választott nem önkormányzati fenntartású, vagy akár a saját maguk által választott önkormányzati fenntartású iskolába nem jutottak be, akkor a körzetébe tartozó 4 iskola közül választhatnak saját maguk által megállapított sorrendben, amely iskolák nem utasíthatják vissza a gyermeknek a felvételét abba a körzetes iskolába. A város döntését motiválta a hátrányos helyzetű gyerekek iskolák közötti elosztása is. Hiszen egy olyan aránytalanság mutatkozott az elmúlt években a Nyíregyháza város iskoláiban ebben a vonatkozásban, amiben bele kellett nyúlnunk most már központilag, és központilag kell ezt irányítanunk. Nem lett egyszerűbb, mindez több munkát jelent az önkormányzatnak. Első körben az óvodákba érkező jelentkezési lapok alapján a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek elosztása a feladat. A tankötelezettség azokra a gyerekekre vonatkozik, akik az iskolába iratkozás naptári évében május 31-ig betöltik a 6. életévüket, és a kornak megfelelő testi, lelki és szellemi fejlettségi szinten rendelkeznek, azaz iskola érettek. Ha a gyermek nem töltötte be a 6. életévét, de a szülők és az óvoda pedagógus is úgy ítéli meg, hogy iskola érett, akkor korkedvezménnyel megkezdheti tanulmányait. A lakosság számára az új körzethatárokról és a beiskolázás rendjéről Nyíregyházán az óvodák és az általános iskolák adnak tájékoztatást, valamint a teljes információ megtalálható a www.nyiregyhaza.hu oldalon.